Rendőrök ellenőrizték a közlekedési szabályok betartását a reggeli órákban a Vai Ádám körúton, a Kodály Zoltán általános iskola előtti kijelölt gyalogátkelő helynél. A nyári vakáció közelettével és a szünidőben a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé válnak, és sok szabadidővel rendelkeznek. A közúti baleseti statisztikai adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a legtöbb gyermekbaleset a nyári hónapokban történik, és a tragédiák száma is ekkora legmagasabb. Nyáron jellemzően a kerékpáros balesetek a gyakoribbak. A gyalogosok és a kerékpárosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői. Az ő védelmük különösen fontos ilyenkor a tanév utolsó napjaiban, illetve a nyári vakáció előtt, amikor a gyerekek tulajdonképpen kirajzanak az utakra. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek is, illetve a szüleik is legyenek tisztában azzal, hogy hogyan kell közlekedni, hogyan kell átkelni az úttesten, akár gyalog, akár kerékpárral. Ezt ellenőrzik most a kollégáim elsősorban az iskolák környékén, de a települések határaiban is odafigyelünk arra, hogy főleg a kerékpárosok a láthatóság szabályának eleget tesznek-e. Az akció célja elsődlegesen a figyelemfelhívás, a baleset megelőzése, nem pedig a szankcionálás. Az ellenőrzés során a szabályosan közlekedők, a zebrán, a kerékpáron leszálló és áttoló bringások a közlekedés biztonságát segítő ajándékot is kaptak. Nagyon ügyes voltál, mint anya mondja neked, hogy tolni kell, de még úgy kell megtanulni, hogy anya hogy tolja, akkor ő mutat neked jó példát, és neked úgy kell csinálni, hogy ő csinálja. A gyalogát felüljön, le kell szállni a kerékpáról, és milyen ilyen ügyes voltál, hogy kapsz tőlünk ajándékot, ez egy smile is villogva, ezt a táskádba tudod tenni. A rendőrök a tanév végéig, még a következő napokban is folytatják a figyelemfelhívó akciót az iskolák környékén. Arra kérik a közlekedőket, hogy ne a büntetéstől való félelem miatt tartsák be a szabályokat, hanem azért, hogy megelőzzék a baleseteket.